2021-ben dr. Szerafin László osztályvezető főorvos, Vajda Tamás úszóedző és a Bürkös zenekar vehette át a megyei Prima díjat. Az országos Prima Primissima díj 2005-től egészült ki a területi Prima díjak rendszerével, így már az ország egész területén önálló elismerésben részesülhetnek a szellemi élet, a kultúra, a tudomány, a művészet és a sport megyei legjobbjai. A díjazás célja, hogy megőrizze a magyar értelmiség és szellem helyi eredményeit, erősítve a kisebb társadalmi egységek összetartozását és az identitás tudatot. Célja az volt, és a mai napig az a célja a Prima Primissima országos díját adó gálának, mint a megyei Prima gáláknak is, hogy a vállalkozók ismerik el a környezetünkbe, adott esetben itt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a kiemelkedő tevékenységet végző művészeket, tudósokat, építészeket, sportolókat, zenészeket, stb. Tehát a 10 kategóriába, aki megnevezhető, vagy belefér. Tehát hangsúlyozni szeretném még ezt, hogy a vállalkozók ezzel egy ilyen társadalmi tevékenységet, vagy kulturális missziót is betöltenek. Az alapítvány kuratóriuma idén némileg módosította az elismerés kategóriáit. A színház és filmművészet kategória kiegészült a táncművészettel, a képzőművészet kategória pedig az iparművészettel. Emellett a sajtó kategóriát is kiszélesítették, kibővült az ismeret terjesztése, hogy az elismerés követhesse a média világának változásait. Így a 2022-es megyei jelölt lista bár változatos lett, a személyekben mégis van valami közös. Mindenkinek oda lehetne adni a Prima díjat, és minden egyes évben kisfilmet készítünk a jelöltekről. És nagyon mélyen meg tudjuk ismerni a munkásságukat, olyan szinten, amit mondjuk egy papírlapon, egy cikkben, egy könyvben nem tudunk úgy elolvasni. Csak akkor, hogyha ott vagyunk velük, végignézzük, mit csinál, megmutatja, benne vagyunk pár percig, pár óráig az életükben, úgyhogy én nehezítem mindig a kuratórium döntését azzal, hogy meg tudom mutatni azt, hogy milyen mélységekben képesek a mi művészeink, sportolóink, tudósaink, zenészeink alkotni ebben a megyében. A végleges döntést komoly viták előzik meg, és egy több mint 10 tagból álló kuratórium dönt nem csak a jelöltekről, a díjazottakról is. A 10 kategóriában sajnos nem kap mindenki díjat. A szabályzatunk alapján 3 Prima díjat tudunk átadni, 1 millió forint összegben, és külön díjat adhatunk át vagy egy személynek 500 000 forint, vagy pedig 2 személynek 250 000 forint összegben. Az elmúlt években külön díjakat adott át a megye és a város önkormányzata, valamint a kormányhivatal is. Sőt, idén az egyetem, a megyei értéktár és a színház is ad át külön díjakat. A 2022-es megyei Prima gálát november 11-én rendezik meg a megyeházán.